Üdvözlök mindenkit! Második rész. Megcsináltam már az irányítást, és akkor kontinuáljuk a futást. Altamont Pass. Erdély. Mit jelent az Erdély? Erdély? Valószínűleg. Már 6 kilométert utaztunk. Aztán mindenit. Átlagsebesség 0 km per óra villog a jobb alsó sarokba. Teljesen motiváló. Brum, brum. What? Speak up. Las Vegas, top 150 hour out. Okay, got it. Ez az persze a kanyar közepén adta át nekem az irányítást. Szóval itt legalább... meg kell előzni 10 autót. Tehát elmagyarázta, hogy ez milyen feladat, ahol az a cél, hogy legalább 10 autót előzzél. Elvileg most már tudnom kéne melyik a készíték, majd mindjárt kipróbáljuk egy ilyen szűkös kis hajába. Áááá, vonnák! Na, utas az utas! Egy-egy! Ah, jó, oké. Oké. Tudom melyik a készíték. Milyen jó már ilyen csoportokba járnak itt az autók. Azt a mindenit. Na, hogy az közel volt, az biztos. Ezt elég hamar megcsináltam, úgy érzem. Most már csak gondolom tartani kell az elejét a célig. Nem, hát 300 a végig robogunk akkor a pályán. Jó, valaki nem hagyja magát. Kivette. Volkswagen up, akkor neki mész. És nem ment neki, és én mentem neki. Úgyis nem pótasztottam. Leüts! Most láttam közben ballát, hogy 5 darab ilyen reset pointon van, maximum. 5-ször tudok resetelni egy szakaszon. 11 perc. És léptem igen 10 szintet. Király. Na, mindjárt szintet lépek. Á, szintet is lépek. Perfect run. Driver level 9 egyébként még nem ad sok mindent a... játék, tehát most akkor kétszer annyi nitrónk van. Nagyszerű. Ez biztos nagyon jó. Continue-oljuk a run-t. Lehet ez ilyen mini sorozat lesz, hogy nem tudom, hogy meg tudjuk-e dönteni Abydosnak az idejét egészen a drám végéig. Kiderül a 30. részben, amikor vége lesz a sorozatnak. Azért vicces lenne. Kinki statisztika. Ilyen az aranyos volt, bal oldalt mutatta, hogy hol járok, mint hogy melyik volt a szakasz, amit megcsináltam utoljára, és jobb oldalt mutatta, hogy mi a következő. Ez pedig egy checkpoint rész, ahol annyi a lényeg, hogy mindig időben hagyjak át a kapun. Egyébként tök jó volt, hogy B-vel ugrom át az üzenetet, csak hát B-vel feltöltöm, hogy hátra nézek.
tényleg nézek kamera nézeteket is, szóval van ilyen 1, 2, 3. Hát az... Ez a játék bővelkedik a kamera nézetekbe. És ellenfelek nélkül meg stabilan megy. Háááá! 31 fps-en. Hozzá repülő fent egész jól néz ki. És akkor most már azt mondom, dupla nitrón van, aha. És egy kétszer annyi csík van, ahogy látom. Nagyobban beosztottsága, vagy milyen több. Perfect time, az mit jelent? Egyébként az autót nem lehet ilyen belőle autósan összetörni, mert egyedül nagyon nem sikerült. Tudjátok, hogy ilyen animációval összetörik, aztán várni kell. Pedig voltak azért elég komoly balesetek. Egyébként aki akar multizni, az nyugodtan írjon. Játszófajtás hiányba szenvedek a játszópartnak. Ez is lehet, hogy full hangos a játék, vissza kéne már majd néznem a felvételt. Az első részt. Utolsó checkpoint, jó, azt már megcsinálom ennyi idő alatt. Legalább együtt értünk be a célba, ez az. Autó elejét itt lerendeztük. Hát itt aztán van értelme kiírni azt, hogy mennyi helyet változtattunk. Miközben ellenfél nem volt a pályán. Jó, eddig ilyen 10 perc környéken járunk. Úgyhogy... Folytassuk. Folytassuk és folytatjuk egybe, ez a folytassuk. Tudjátok egyébként mennyi a körszelet területe? Ha nem tudnátok, elmondom, hogy R négyzet per 2 szor zárójelben alfa minusz színusz alfa természetesen radiánban. Ahol R a sugár. Alfa pedig a szög. Ah, mi ez? Stage 1-et megcsináltuk. És ott első vagyok a barátainál, valami eső volt. Nem baj, most nekem a közszelet az sokkal fontosabb volt. West Coast. Ah, hogy megcsináltam. 56 másodperc előnnyel. A első stage-et. Na jó, volt akkor. És akkor most már van ez a challenge series, ahol meg tudom csinálni az első challenge-et. És akkor megszerzem azt a pontiakot. Jó, akkor most nem kezdjük el inkább a... Ajaj. Jó, nem kezdjük el az új stage-et, hanem megnézzük, mi ez a challenge series. You haven't played this! Hát persze, nem. 1 perc 50. Ah. Több is van. És sorba kell haladni. Na jó, hát akkor szerintem lemegyem itt az első futamot. Legalábbis megnézzük milyen. A Camaro, Mustang, MX-5, mi ez az autó? Nissan, elolvashatatlan, 240Z. Golf, uuuuuuuu. Abidos a Sirocco-val volt a legjobb. Nincs meg, nincs meg. Van még egy pár, ami nincs meg. Akkor én megyek a kis golffal. Ezt már eldöntöttem. Hát nézzük, nincs meg különbség, tehát itt 2.25 és 6.2, 2.33 és 6.1, hát akkor ott is simán. Menjük a golfaló, fekete,
fekete golfán megyünk. Nem választottam rá kitet vagy mit. Ó, és akkor ez ilyen duel, azt a mindenit. Hüha. Hát ezt nem fogom beatelni. Challenge Series Race, igen, és akkor ez a kis dolog. Ez csak arra jó, úgy látom, hogy a barátokkal. Copyright a zene, imádom. Ez az, tank vagyok. Fel kell tölteni a Slipstream Bird. Ó, de jó helyen van itt ez a Chevy autó. És 1.55-es időt kell menni, hogy medált kapjak. Már nehezen fog menni, azt kell mondanom. Hát ő fűból. Jaj, rossz gomb. Lehet, meg próbálom majd még egyszer egy jobbnak tűnő autóval, mondjuk azzal a sirokkóval. Én félárnyékozni akarok, csak nem tud felmenni ez a tragacsa. Ezért emelkedőn. Nem baj, nem is baj, hogy itt elassítottam. Nézzétek meg, kerülök ki mindenkit. Jói! Ráncva. Ez meg... Mit csinál itt? Miért lassul ilyen? Miért fordul ilyen lassan? Mit csinálsz, ember? Lehagylak. Ó, de nézd, lehagytalak. Ó, de nézd. Azt hiszem, majd lehagysz, mi? Na. Szélárnyékozunk. Oda nézd, milyen szélárnyékom van. Top speeden van. Hát nem lett meg az 1.55-es idő. Vajon beírek elsőre? Beírek elsőre. Csak már az arany nem lett meg. Megpróbáljuk még egyszer, jó? És akkor majd azzal a vége lesz a résznek. Silver medál. Hát ez akkor, ahogy látom, annyit nem dob. Hát semmit nem kapunk, különösebb képen XP-t. Viszont egy új challenge, tehát a kettes challenge-et ugye... hát igen, csak egy 7 másodperccel kaptam ki. Az új challenge-et, amit mindjárt megmutatok, hogy melyik, azt feloldottuk ezzel, hogy itt elértünk egy érmet. Ez mondja Challenge Series. Itt az első challenge, és akkor most feloldottuk elvileg ezt a Urban Musklit. És akkor ezt így végig lehet nyomni. Na akkor ezt próbáljuk még egyszer. És akkor kiválasztok egy kitet is. Nézzük csak, azt mondja, igen. És igazából ez csak ilyen külső tuning. Ez csúnya. Az már inkább jó. Ez olyan, mint a Need for Speed Pro Street-be a gyorsulásos autók. Ez sötétkék. Ám megyek ezzel a zölddel. A motorháztetőjén elférne egy hatalmas Master logó. Na nézzük! Aztán, ha nem lesz meg az alány, nem érdekel igazából, befejezem a részt, aztán videón kívül max ugrálkozgatok vele, ha lesz hozzá a kedvém. De még Abyrosznak sem sikerült a... ez az Ultimate izé arany fölötti szint. Egy másodperc kellett volna neki. Ez sem nagyon egy ilyen hegyjáró autó.
thing. I'm watching a manga and I'm a calling my thing. I'm the sugar manga and I'm a cool killer. Hey, oh, cool. Dirty boss has us. Az a baj, hogy mindenki izom autóval van, aztán könnyebben húznak fel-fel a lejtőn. Hát az a motorerő az bennük marad. A lejtőn fel-fele is. Ez meg inkább ilyen kanyargós pályára az autó. Ez meg itt túlságosan nincsen, nem kanyar. Viszont nagyon kell törekednem a szélárnyékra. Jó, hát nekem így is jó. Ez a zene is fel. Itt már az illene elsőként leszáguldani. Na, egész jó idő lesz. Egy fél másodperccel rosszabb, mint Abidosi, és másfélel rosszabb, mint a... mint a másik cucc. Úgyhogy most már csak videón kívül megpróbálom még egyszer egy izomautóval. Aztán, ha esetleg jutottam valamire, akkor azt még odavágom a videó végére. Fölöslegesen már ne nézzétek meg harmadjára és ugyanezt a futamot. Jó? Try again. Úgyhogy most akkor a RAM felvételt abba is hagyom. Megyek mindjárt Form 1 ezek egyet, azt is kéne felvenni. Jó? Jó. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel, kommenteljetek, blablabla. Írjátok meg, hogy kell még ilyen. Ha igen, akkor írjátok meg. Sziasztok! Take a trip to my house.